Makovecz Imre egyéni kompozíciójú épületeivel vált híressé. Szándéka, hogy műve egylényegűvé váljon a környezettel, az organikus építészet hazai mesterévé emelte. A templom tervezést saját bevallása szerint ünnepként élte meg. Az 1900-as évek közepén a Budapesti Műszaki Egyetemen Weichinger Károly professzor hívta fel a fiatal tehetség figyelmét Frank Lloyd Wright munkásságára. Ő volt a szerves építészet atya, és a megismerés pillanatától Makovecz szárnyaló képzeletének szikrája. A Kárpát-medencében 100-nál is több közösségi épület, templom és művelődési ház őrzi Makovecz Imre stílusjegyeit, annak ellenére, hogy évtizedekig az árral szemben menve alkotott. Nemzeti keresztény polgári értékrendje csak a rendszerváltás után talált támogatottságra. Hogyan formálta át a Wrighti eredetű tanítást Makovecz Imre? Mivel váltott ki társadalmi megosztottságot művészete? Vajon megépülhet az első és egyedüli Makovecz templom Budapesten? Önök az Ez itt a kérdés január 20-ai adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Mai témánk Makovecz Imre építészeti öröksége. Vendégeink Melokkó Miklós szobrászművész, Mezei Gábor belsőépítész, Makovecz Imre szinte állandó társalkotója, Makovecz Pál, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Őrfi József építész. Jó estét kívánok az uraknak! És rögtön az első kérdés fölmerül az emberben, lassan 10 éve, hogy eltávozott közülünk a mester, és mind a mai napig hihetetlen viták övezik azt az életművet, amit ő alkotott. Mi ennek az oka, mester, Melokkó mester? Minimum az, hogy érdekes, sőt állítás, következésképp mindig valaki okosabbnak képzeli magát. Régi tünet. Ugye az a mégis mozog a föld, és aki azt mondta, hogy nem mozog, abból még ugyanaz az ember tömeg itt van. Majdnem mindegy, hogy ellenkeznek-e vagy se. Amennyiben nem potentátok ellenkeznek, akik meg tudják gátolni, addig a tudomásul kell venni. Ha potentát, aki tehet róla ellene vagy mellette, akkor pedig vitatkozni kell. Nem legyőzni az illető ellenkezőt, hanem meggyőzni. Előbb eljárt a szám, eljár megint. Olyan jó volna, ha most itt Orbán Viktor miniszterelnök úr is jelen lenne. Mert mit számít az, hogy én mit mondok? Egyet. Nem döntő. Ugye mindig úgy találkozik az ember az élettel most mi egymással, hogy az illető nem illetékes, és vagyok illetékes. Tehát én hiába hivatkozom rád, vagy te rám, Gábor, hát ez mindegy. Komolyan kéne venni nagyon, ezért azt képzelem, hogy tényleg pont azt mondjuk, amit akarunk, és a gorombaságtól sem kell félni. Tehát amikor azt mondom, hogy aki nem akarja, hogy ez a katedrális megépüljön, az hülye. Mi a baj a katedrálisan? Miért nem akarják? Mert komoly és szép, és sokan akarják, tehát elhangzott egy állítás, abban a pillanatban megjelenik az ellenvélemény, ami nem vélemény, csak akadékoskodás, de ez mindig így volt. De ez Makovecz Imre életében is mindig így volt, Gábor. Tehát mindig voltak ellenzők, mindig voltak, lehet, hogy potentátok, de Adival élve nagyon sok esetben tök magjankók, akik vesztére lestek, és
és mondták a magukét? Hát az, hogy ellenezték sokan az ő munkásságát, annak nagyon sokféle oka van. Sajnos elképzelni sem tudom, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon bármi politikától függetlenül történne. Tehát eleve egy olyan helyzetben vagyunk, hogyha az egyik oldalon lévő ember, akinek a meggyőződése olyan, amilyen, az ellenzőkre talál, akkor az bármit csinálni fog, azt ellenezni fogják. Szóval ennek nagyon markáns példái voltak az elmúlt évtizedekben. Mondjuk, ha csak a Ligetre gondolok, akkor hát elképesztőnek tartom azt, hogy egy romhalmaz felszámolását ellenzik emberek, csak azért, mert nem úgy történik, ahogy ők akarják. Na most a Makovec egy kiemelkedő figura volt, és olyasmit csinált, ami tökéletesen különbözik az átlagostól. Hogyha valaki jelentéktelen épületeket tervez, akkor arról szó nem esik. Belesimul a szürkeségbe. Hát akkor simán benn marad a szürkeségben. A Makovecnek nem csak a munkája volt kiemelkedő, hanem a személyisége is kiemelkedő volt, és a közéleti szerepe is kiemelkedő volt. Sőt. Ezt nem lehet külön választani. Sőt, Orbán Viktor egy beszédében azt mondta, Makovec azt parancsolta, és aztán ment tovább, amiről szó volt. Szóval, na most a Makovecnek egy olyan hite volt, nem csak vallási értelemben, hanem bármilyen értelemben, ami tökéletesen karakteres, megkérdőjelezhetetlen, és ment egyenesen. Egyébként zseniális emberek, hogy olyan toleránsak legyenek, amit elvárunk a civil életben, azt én elképzelhetetlennek tartom. Nehéz ember volt az édesapja, Pá? Milyen szempontból? Mint apa? Nem, mint apa és mint művész. Nyilván apaként egészen másképp viszonyult önhöz, mint egy hasonló szakmát viszonyul. Hát nézd, az apa kérdést nagyon röviden le tudom zárni. Szerintem az, hogy az ember minden pillanatban pontosan tudja, hogy miután mi következik, és milyen csintevésre vagy jó cselekedetre milyen választ kaphat, szerintem ez úgy, ahogy van, rendben van. Persze. Mert teljesen kiszámítható volt. Tehát szerintem erről nem is érdemes. De mesterként milyen volt? Hát mesterem nekem nem volt erről majd a nyilván a József az, aki közvetlen, de... Nem fog tudni beszélni. De a szakma ugyanaz. Én azt gondolom, hogy inkább az a kérdés, hogy ő mondjuk mint építész mennyire lehetett nehéz vagy könnyű egy megrendelő számára. Hogy amikor megrendeltek tőle valamit, és ő elkészítette az első vázlatát, akkor az onnantól vajon milyen folyamat indult el? Ő ezt az építés drámájának nevezte, ezt majd megerősíti József, hogy mindig ezt mondta a tanítványainak, hogy a vázlatterv készítés az a legszabadabb időszaka az alkotásnak. Az művészet. Az a művészet. Hát akkor nyugodtan elengedheti a fantáziáját, és csinálhat, amit jónak lát. Aztán jön majd a megrendelő, és akkor elindul egy teremtő folyamat, optimális esetben, nem pusztító, hanem teremtő, amikor a megrendelő szempontjai is meg tudnak esetleg jelenni, ha nem jelentek meg rögtön, és kialakul annak az épületnek a későbbi arculata. Éppen azért, hogy ezt úgy a nézők is láthassák, hogy történt, hoztam két animációt, majd esetleg bevágjuk, hogyha lehetséges, a Paksi templom folyamatát és a Siófoki templom. Szerintem folyamatát. A kollégák elindítják ezeket az animációkat, mondja el nekünk, hogy mi az a teremtés folyamata. Hát ezt azt hiszem, hogy tőle kellene kérdezni. Én nem vagyok alkotó művész, én legjobb esetben reprodukáló művész vagyok. Adok neked egy jó választ. De már kim vannak egyébként a képek? Istenülő vágyaiba kilátott. Meséljen ezekről az animációkról, Pál.
Hát ez önmagáért beszél, tehát végig lehet nézni, hogy, hogy az egyik kép a másikba hogy megy át, hogy a legelső vázlat után a következő fázisba és végül a megépült épületig hogy jutott el. Ez csak azért érdekes, mert ugye most beszélgettünk erről a nagy templomról, és mindenféle szempontokat hallok és olvasok, egyébként néha hajmeresztő dolgokat hallok vagy olvasok, és közben mindenki elfelejti azt a tényt, hogy erről a templomról pusztán egy vázlatterv készült. És soha nem történt meg az a fázis, hogy leült volna a képzelt megrendelővel, hogy van ezzel a templommal probléma? És ha van, akkor mi volna az? Ezt nem hallottam Makovec Imre soha. Tehát ha egyszer eljutunk arra a pillanatra, arra áldott pillanatra elérkezünk, hogy beszélhetünk róla, hogy ez a templom megérkezik, megépül, és mondjuk a katolikus egyház vezetője, képviselője leül velünk szembe, akkor lesz alkalma elmondani, hogy van-e kifogásuk ezzel a templommal kapcsolatban, vagy nincs? Igen, ám csak itt úgy tűnik, hogy pillanatnyilag a kérdés nem az, hogy van-e kifogás a templommal szemben, hanem hogy szükség van erre. Húha! Szükség! Én is azt gondolom, hogy egy ilyen hihetetlen alkotással mindenképpen. Most el kellene kezdeni építeni. Beruházás. Voltam Barcelonában, nem a Messi miatt, és egyáltalán nem mentem volna Barcelonába, nem akartam volna megnézni a Sagrada Familiát, ami eltartja Barcelonát, még a Messi fizetését is. Ez egy Sagrada Familia szintű? Nem, sokkal jobb. Sokkal jobb. Óriási különbség van a kettő között. Az is 100 évbe telt. Sőt. És most sincs kész. Bizony. Viszont ronda kőből épült, ilyen rozsdabarna vacakból, nem volt süttői mészköve. Ugyan mondta 100 évvel ezelőtt, hogy világosra kéne festeni, messzelni persze, ami védi is a követ, meg hogy szervesül is vele. Pillanatnyilag olyan, mint egy rozsdás emlékmű. Ronda. Nona. Emiatt. Emiatt. Nona. Sagrada Familiával kapcsolatban lehet, hogy itt egy komoly vita alakul neki, de nem az a nem téma. Erről van szó. Egyébként, ha Barcelonáról beszélünk, akkor két dologról nevezetes Barcelona, a futballcsapatról és a Gaudiról. Így. Na most Budapestnek a Makovec hiányzik. Van egy parlamentünk, van egy vár, van egy Mátyás templom, ami hát egy késői utánzat, de ez rendkívül fontos volna a város szempontjából. Kérdezzünk meg egy fiatal építést. Én azt szeretném mondani, hogy a két épület között nagyon sokan állítják, hogy erőteljes hasonlóság van, ami nem igaz, tehát hogy szakmai szempontból de egyébként ez első pillanatásra én is azt éreztem, aztán utána tovább kellett néznem, hogy rájöjjek, igen, hogy nem az. Talán a lelkiség lehetett rokon a két, igen, művész részéről. A vágy inkább. Illetve amiben rokon a két épület, hogy mind a kettő annak a térségnek egy kimagasló szellemi csúcs teljesítménye. Olyan, aminek előtte, meg utána nincsen párja. És ahogy a spanyolok, katalánok beleálltak abba, hogy megépítik a Sagrada Familiát, és utána most posztumusz még az egészet végig csinálják, ugyanúgy illene nekünk is beleállni. Hát magyarként mire legyünk büszke, hanem a saját alkotásainkra? Ugye beszéltünk itt a műsor elején róla, hogy amikor alkot valaki, akkor az Magyarországon rögtön ellenállás szül. Valaki átmond, akkor a másik rögtön B-t fontosnak érzi, hogy kimondja, hogy kultúrharc, József. Hát kultúrharcnak is nevezhetjük, de hát... Szépítő szóval. Ez akadékos. Igen, én azt gondolom, hogy kultúrharc akkor lenne, ha egymás mellé teszünk két művet, de itt nem egymás mellé akarjuk tenni, hanem nem akarjuk megcsinálni. Akkor igaza van a mesternek, hogy ez akadékoskodás? Hát valami általános lelki oka van, aminek én nem vagyok szakértője. Merjünk kicsik lenni? Nem vagyok szakértője, de az tény, hogy nagyon nehéz itthon alkotó embernek lenni. Miért? Hát én azért azt is gondolom, hogy
még egy jó pár évtizedre lesz szükség talán ahhoz, ha egyáltalán az elég, hogy itt valamilyen egészséges közhangulat kialakuljon. Oly mértékben megmérgezi az életünket ez a politikai szembenállás, ami kétségbeejtő. Tehát azért, mert Makovecz Imre életében közéleti szerepet is játszva, markánsan kiállt valamelyik politikai oldal mellett következetesen egész életében, ezért az ország másik fele úgy gondolja, hogy ez egy jobboldali építész. De szeretném megkérdezni, hogy létezik-e jobboldali templom, meg baloldali templom? Van-e jobb vagy baloldali isten? Pártház és templom. És amit apád mondott, én vagyok a baloldali. Ráadásul. Igen. Hívjunk egy külső segítséget, Makovecz Imre egykori pályatársa, Nagy Ervin, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar építész évek óta dolgozik azon, hogy megépítsék barátja és mestere főművét. Kiírtunk egy építészeti pályázatot arra, hogy ezt a katedrális be kell fejezni. A pályázatot Imre tervei nyerték meg, az lett az első, második, harmadik, mindegyik egyik jobb terv volt, mint a másik. Tulajdonképpen ide nyúlnak vissza a gyökerei, tehát az apropót ez jelenti. Imre mindig a drámáról beszélt, ez is egy dráma volt, ő küzdött az elmúlással. Nem félt tőle, de ez egy kemény, hosszú küzdelem volt. Hol ő átnyerésre, hol a másik fél. És egyszer, amikor sokáig kellett otthon maradnia, félretette ezeket a terveket, amivel nyert, és hasonló alaprajzra, hasonló funkcióra egy egész más, mint amikor a lepke kikel a bábból. Egy nem is sokkal nagyobb, de egy teljesen átszellemült valamit csinált. És ha a növény analógiára megyünk vissza, hát egy növénynek is a levele, a szára, a kacsolkarű, ezek mind gyönyörűek, de hát azért a virág a virág. Hát ezért van. Létrejött ez a virág. Kocsit hívtunk, és kimentünk a Széchenyi térre, szembe a vár, ment le a nap. Aztán két öreg ember ott álltunk egymás mellett, néha mondtunk egy-két szót, nem fecsegtünk egyfajtába. És akkor mondta Imre, hogy fontos ez, ugye csinálod. És szörnyű, amit mondok, de az, az igazság, hogy több mindenről szó volt. Én gondoltam erre is, gondoltam arra is, de hogy nem látom többet arra. Soha nem. Imre rám hagyta, dolgoztam, együtt csináltuk. Nekem küldte a rajzokat, minden bizalma megvolt bennem. 50 éve a barátom, hát mit csinálnék. És képzelj erre, hogy amikor Imre meghalt, akkor a családtagoktól, Mariantól és a gyerekektől kaptam egy levelet, egy gyönyörű levelet, amiben semmire nem kértek engem, semmire nem köteleztek engem, hanem felhatalmazást adtak, és átadták nekem a szerzői jogokat. Ha maga kap egy ajándékot, az a legnagyobb kötelezettség szerintem. De ha ez hamarosan nem kezdődik el, akkor attól félek, hogy ez is bekerül az el nem játszott színdarabok, a meg nem épített épületek ilyesminek a sorába. Egy komoly félelem van bennem, sokkal többet ebben az ügyben én nem tudok tenni. Modelleken dolgozunk, olyan technológiát használunk, ugyanúgy nyomtatjuk ki ezeket a modelleket, mint ahogy a valóságban kifaragják. Statikusok látták, átnéztük, ez a bizonyos firmitás, ez a hosszú távú megvalósítás, hogy több száz évig, ezer évig álljon, mint a katedrálisok, ez rendben van. Kőfaragókkal tárgyalunk, visszavonultam, és tulajdonképpen azóta ezen dolgozom. És ha növény hasonlatnál maradunk, én abban bízom, és azt gondolom, hogy ahogy egy egészséges növény éli a maga életét, én úgy gondolom, hogy az egészséges kultúra, a nemzet is éli a maga életét, és egy virágból termés lesz. Ezt remélem. Lesz ebből a gyönyörű virágból, ebből most láttuk ugye a makettet is, termés. Ez rajtunk nem múlik. Tehát ahogy Ervin is mondta, erőt, fáradtságot, muníciót nem kímélve dolgozunk azon, hogy ez a templom, ha eljön az áldott pillanat, hogy meg lehet építeni, akkor rajtunk nem múljon. A potentátok akarják, hogy
Miklós mestert idézzem? Ezekről őket kell megkérdezni. Én úgy tudom, hogy elvileg igen. Abszolút. De most nem vagyok közminiszter, nem tudom elképzelni, hogy a pénz hogy születik meg. Ma kaptam Rókusfalvi Páltól egy levelet, kézzel írva, tehát komolyan vette a dolgot, hogy mi nincs gyűjtés. Mennyi összegyűlt volna, hogyha ezelőtt elkezdik 5-6 évvel, amikor egy cikket írt erről. Különben ez egy befektetés volna. Ez úgy megtérülne, mint a sicc. Modelljeink vannak, végösszegünk természetesen nincs egy tisztességes közbeszerzés nélkül, de azt lehet tudni, hogy a kolumbárium a templomnak körülbelül úgy a 15-20%-át fedezni az építkezésnek, ami nem kevés. Hát, ami az anyagiakat illeti, az számomra nevetséges kérdés. Én kérdezném például azt, hogy kit érdekel, hogy a Notre Dame székesegyház mibe került Párizsba? Ez teljesen érdekel. Igen, ez egy nagyon-nagyon alapvető kérdés. Fontos itt az anyagi? Tehát most, hogy ezt gyűjtéssel, állami beruházással, egyházi beruházással készül el, hogyha itt valóban a párhuzam Antonio Gaudi és Makovec Imre, akkor itt nem az a fontos, hogy mennyibe kerül, hanem az a fontos, hogy mikor készül el, nem? Hát elég erősnek kellene tudnunk lenni ahhoz, hogy egy ilyen jelentőségű művet valóra váltsunk. Ha nem tudjuk megcsinálni, akkor tulajdonképpen magunkra állítunk ki vele szegénységi bizonyítványt. Ami szintén nem számít. Az, hogy én nekem szegénységi bizonyítványom van magamról, ezzel az a mehetek. Hát ez itt a fenét érdekel. Hát magyarként gondoltam. Magyarként. Egyébként azt hiszem, hogy akik a pénzről beszélnek, hogy az, hogy ez túl drága, meg hogy minek, ugye, hogy azt szerintem ez egy politikai vélemény, mert ez arról szól, hogy azt mondják, hogy ez iszonyatos összeg, és adják inkább oda a szegényeknek, vagy emeljék fel a nyugdíjakat, vagy nem tudom mi. Szóval ennek semmi köze nincs a lényeghez. Össze lehet keverni? Tehát ezt a szegényektől veszik el, hogyha egy ilyen világszínvonalú alkotást építenek föl. És hagyjuk beszélni Józsefet, mert félbeszakadt az előbb. Hát én nem értek az országos pénzügyekhez, viszont arra tudnék válaszolni. Egyikünk sem ért az országos pénzügyekhez, de biztos sokat gondolkodunk róla. Hogy milyen volt ő mesternek, volt ez a téma köztünk az előbb. Tanítványként azt tudom mondani, hogy nagyon kemény ember volt. Mesternek is nagyon kemény volt. Ott előtte megállni, a szemébe nézni az egyik legnehezebb feladat volt. Mondani valamit úgy, hogy meg is hallja, nagyon nehéz feladat volt, és elérni azt, hogy válaszoljon is, és komolyan vegye a másikat, odafigyeljen rá, ez keveseknek sikerült. Komolyan vette a másikat. Ha nem felelt, annak oka volt. Ez mentegetőzés, hogy nem vett komolyan, azért nem figyelte azt, hogy én mit mondtam. Nem. Oka volt, hogy ez csak a, még a színpadon sem volna szabad úgy lejátszatni ezt a jelenetet, hogy nem figyel rád, hogy nem magyaráznák meg a színpadon valamilyen eszközzel, hogy miért. Nekem, amit mondtál, mentegetőzésnek tűnik. Mert akkor mondtad volna, hogy mennyire igazad volt neked akkor, és nem neki. De az, hogy nem figyelt rád, ez... Hát talán csak azt érezte az ember egyébként, ha megengednek egy személyes emléket, tehát amikor én életemben először találkoztam Makovec Imrével, akinek hihetetlenül szúrós tekintete volt. Tehát ha ránézett az emberre, úgy érezte, hogy belelát az agyába. Ránézett, és azt mondta, na, mit akar tőlem fiatal ember? Szedje össze magát. Aztán leültünk, és válaszolt a kérdésre. Uh-huh. De tényleg össze kellett szedni magát az embernek, ez kétségtelen. Egy játék. Ha élne a mester, akkor ez a vita. Nem volna.
aktuális lenne? Nem. Nem. Mi történne akkor? Már senki nem tudja. Gondolatban sem lehet föltámasztani valakit. De a teremtés ereje, ami az ő alkotásaiban benne van, az egy mai napig élő, tehát tulajdonképpen... Hát azért vagyunk itt, igen. Egy hihetetlen nagy felkiáltójel, mind az életmű, mind pedig ez a tervezet, azért vagyunk a tervezés. Itt. Egyébként én csak ebben az esetleg megépülő jelenleg nem sokára kész volna a Rákoskerti református templom. Ez így van, de akkor miért pont a legnagyobb, miért pont a főmű, ráadásul a posztumusz főmű? Mert az a legutolsó, tehát mi a legutolsó mindegy ellenvéleményekről beszélgetünk. Hagyjuk ezeket ki. Nem az a véleményem, hogy a másik tegnap előtt mit mondott, oda se figyeltem. A véleményem az, hogy ezt ma el kellene kezdeni építeni. Nagy Ervin azt mondta nekem mondjuk olyan 6 héttel ezelőtt körülbelül, hogy a kiviteli tervek olyan stádiumban vannak, hogy 3 hónapon belül el lehet kezdeni. És 10 éven belül elkészülne. És igen, én ezt nem hiszem, hogy 10 éven belül elkészül, mondjuk a környédom 400 évig épült, a Sagrada Familia még mindig nincs kész. Még mindig épül. De mindegy, ha, hát én elég öreg vagyok, ugye bár már nem valószínű, hogy ott leszek a felszentelés a templomnak, de hát az fantasztikus volna megérni, hogy az alapkövét lerakják. Mert akkor van egy esély, hogy megépül. És mi az Ervinnel elég sokat beszéltünk arról, hogy most, hogy mit csináljon ő. Mert azért voltak olyan periódusok, amikor ő annyira pesszimista volt, hogy ez nem fog menni, annyi ellen drukkel volt, hogy volt olyan periódus, amikor föl akarta adni. És én azt mondtam neki, hogy nem kell törődni semmivel, ami ma van, meg kell csinálni a kiviteli terveket, mert különben semmi esély nincs arra, hogy ez valaha is megépül. Mert ha nincs kiviteli terv, csak a Makovesz vázlatai vannak, akkor 30 év múlva ezt nem fogja senki elővenni. Tehát egy olyan kiviteli tervnek kell lenni, amit akár holnap, akár 2 év múlva, 10 év múlva egy kivitelező előveszi, és elkezdi építeni. És akkor akár van egy komoly esély, hogy valamikor egyszer be is fejeződik. Igen. Elképesztő előny volna Budapest számára. De szerintem az összes többi részletkérdés, ami nem annyira fontos. De meg kell győzni, azért is vagyunk itt ennél az asztalnál, hogy meg kell győzni azokat az embereket, hogy az, ami ezen a székesegyházon, vagy ezzel a székesegyházon megvalósul, az olyan, amit nem lehet azzal mérni, hogy a szegényektől vesszük el a kenyeret, mert nem igaz. Azt nem lehet azzal mérni, hogy nincs rá beruházási keret, mert mindenre van beruházási keret, mindenre meg lehet találni a pénzt. Csak azzal lehet mérni, hogy a világ művészetéhez, a magyar művészethez, a magyar lélekhez hozzáteszünk egy olyan dolgot, amely, mondok én valamit, amely egyébként emeli a lelket. Ugye szóba jött az előbb a Liget projekt. Az egyik vezető szocialista politikus azt mondta, és hadd nem mondjak most nevet, hogy most támadjuk, mert ha elkészül, akkor mi is nagyon szeretni fogjuk. És milyen büszkék lennének rá. Okos, cinikus beszél. Na de hát akkor most kell azt megtennünk szerint, vagy megtenni ennek a népnek, hogy beleáll ebbe a projektbe. De mondom, hogy ez befektetés. Ráadásul. Tehát ha azt mondják, hogy a szegényektől veszük el a pénzt, vagy nem adjuk oda, mert a szegényektől nem lehet elvenni a pénzt, tudnék szegények. De miután eltartana minket ez a templom, ha kész volna, a szegényeknek is jutna.
A befektetés nem villámgyors. Tulajdonképpen ez a befektetés szó furcsa, mert ágyba fektetni, elalszik. Tehát a befektetés nem egy startpisztoly, nem azt jelenti, hanem valami jövőbe vetett bizalom alapján elkezdeni valamit. Ez a befektetés. Én azt állítom, hogy megtérülne. Mert még látom a példákat, hogy megtérül. A világ turisztikája az ilyen épületeket keresi föl. Ezek miatt utazik valahova. Sokan. Hát a szegény halászbácsa mi mindent eltartott már Budapesten. Ez többet tartana el. Mit jelentene lélekben a fiatal építész generációnak, József? Hiszen ez egy olyan monumentális, egy olyan monumentum, olyan monumentális alkotás, amely önbizalmat is adhat azoknak, akik vagy látják. Fenyegeti a minőségével. Én azt gondolom, hogy az előbb elhangzott kérdésként, hogy miért pont ezt az épületet ér ilyen ellenállás. Ugye, ahogy beszéltük az elején, hogy ha valaki tesz egy állítást, akkor arra rögtön jön a cáfolat, a vita. Most, hogyha a mesternek a többi munkájára azt mondanánk, hogy egy-egy szép összetett mondat, mint állítás, akkor ez a templom, ez egy 12 verszakos vers. Tehát nagyon sok állítást tartalmaz magában, és itt van a válasz ugye a mostani kérdésre is, hogy mit jelentene ez a következő generációknak. Ez az épület úgy, ahogy Nagy Ervinék dolgoznak rajta, hogy kőből épüljön, tehát tartós legyen, gyakorlatilag képes lenne a Makovec örökséget egyben átélhetővé tenni. Egyben. Magában sűríti azt az összes üzenetet, amin ő az egész élete alatt dolgozott. Tehát azért is kell megcsinálni, hogy át tudjuk élni azt, amit ő üzent nekünk vele. Amit ő szeretett volna, hogy mi ott átélhessük. Szívesen hozzáfűzöm, hogy korábban másutt magam is elmondtam többször, hogy ez az épület, ez az esszenciája az életműnek. Több olyan elem jelenik meg benne, amely külön-külön más épületeiben megjelent, de egy ilyen templom formájában, és itt most hagyj ragadjam meg azt, hogy hívjuk templomnak, sem a katedrális, sem a székesegyháza funkcióját tekintve az egyház szempontjából nem szerencsés, mert annak funkcionális jelentősége van, és még egy székesegyház vagy katedrális nem lehet Budapesten. Miért? Mert püspöki székhely. Tehát templomként hívhatjuk, ez teljesen rendben van, legyen templom, csak legyen. A katolikus egyház dogmatikája nem engedi meg sajnos. Tehát nekem mindegy, hogy templomnak hívjuk, vagy minek csak épüljön, de ez valóban nagyon fontos, és a lelkisége, pedig én azt gondolom, hogy és ez nagyon lényeges, ezt is talán mondtam már, hogy egy pasztorizációs szerepe lehet ennek az épületnek. Tehát oda bemegy valaki, aki akár kételkedik, akár bizonytalan, akár nem hívő, egy olyan üzenetet kap vizuális, hát nem is tudom, atombombaként, ami biztos, hogy célba ér. Ez az egyik. A másik, hogy milyen sokat hallottam én ezt, hogy most miközben az egész világon válság van, és vírus, és járvány, és micsoda problémák vannak, mikor, ha ne, most forduljunk az égiekhez. Tehát ez fogadalmi templom, hálaadó templom. Tehát éppen járvány idején igenis építsünk templomot. Mert szüksége van rá a világnak, mert úgy fest, hogy egyelőre nem boldogulunk vele. Igen, ez egy nagyon jó gondolat. A debreceni kollégium. A bajok idején. Igen. A templom általában úgy szokott épülni, az egyházak úgy néz ki, hogy keletkezik egy közösség, egy leendő plébánia híveiből, akiknek nincs hol összejönniük, és akkor ezt a technikai igényt aztán egy templommal az egyház kielégíti. Itt viszont sokkal fontosabb az, amit most hangzott el, hogy itt nem egy plébánia közösségnek készül ez a templom, hanem ez egy nemzetközösségnek készül ez a templom.
és nem arra, hogy az a szomszéd utcába el tudjak menni vasárnapi misére, hanem azért, hogy gyógyító hatása lehessen. Ez a kulcsa ennek az épületnek. Igen, ám, de akkor mégiscsak fölmerül a kérdés, amiről sokat cikkeznek, hogy tulajdonképpen maga az egyház sem támogatja egyértelműen, vagy legalábbis ezt írják. El vagyunk választva. Szét van választva az egyház és az állam. Kicsit kezdünk olyanok lenni, mint Brüsszel. Beszélünk, múlik az idő, véleményt mondjunk a templomról. Én szerintem el kellene kezdeni az alapkőletétellel holnap. Ma nem, mert mindjárt sötét van. De ez az egyetlen akadály, bár lámpák vannak. Meg kell építeni, jó befektetés lenne. Többi vonzerő komikusan kevesebb lenne mindez. Az állam nyilván nem fogja megépíteni a templomot, ha a katolikus egyház ebben nem partner. Tehát az... De valóban nem partner? Nem hiszem. Nem hiszem. Gondold el, ha kész volna. Nem egyértelmű. Ha kész volna... Fali szerint egyértelmű, hogy partner lenne. Tehát itt szövegértési problémák vannak például. Inkább azt mondom, hogy nem jutottunk el odáig, hogy erről érdemben beszéljünk, igen, és én ebben biztos vagyok, hogy nem is szabad templomot az egyház egyetértése nélkül építeni. Hát biztos, tehát nagyon remélem és várom. Okay, de miért nem jutottunk el odáig, vagy miért nem jutottak el önök odáig? Megmondom miért. Tulajdonképpen, és ez egy nagyon érdekes helyzet, január 1-én volt egy riport, ahol Mester is megszólalt, Nagy Ervin és magam. Tulajdonképpen egy naívnak szánt beszélgetés volt egy fiókban heverő gyönyörű tervről, és olyan hihetetlen pezsgés támadt utána, ami mindenkinek a várakozását meghaladta. Ez azt mutatja, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés meg az igény ez iránt, mint magunk is gondoltuk volna. Apám halála után volt egy rövid fellángolás, ami elég gyorsan elhunyt. Most ennek a fellángolásnak az elején vagyunk. Én még magunk az alapítványon belül is bizonytalanok vagyunk, hogy mit kezdjünk ezzel a hihetetlen nagy hullámmal, hogy ezt hogy jelenítsük meg, hogy fogjuk össze. Szeretnénk, keressük rá a megoldást. Mindenképpen fel kell mutatnunk azt a tömeget, ami mögötte áll. Na de hát akkor nem értem a bizonytalanságot. Tehát, hogyha most van egy hullám, akkor tessék korbácsolni, mert az hozza a tömegeket. Az hozza a támogatást. Hát talán ez a beszélgetés is ezt szolgálja, hogy most csak erről szóban. Csak szelidek vagyunk egyelőre, túlzottam. Lehet. Kell ide a szelítség, mester? Nem kell ide a szelítség. Azt mondom, ezt én hibának mondtam, hogy túl szelidek vagyunk. Szelidek vagyunk? Én szerintem kell, hogy legyen egy kompromisszum. Tehát teljesen kizártnak tartom azt, hogy azt mondja a kormány, hogy nem érdekel, hogy mit mond az egyház, mi ezt megépítjük, mert ez... Hát ilyen nyilván nem. Ilyen nincs. Ez művészet vagy építészet? Is. Hát a nem. Kettő magas labda lenne azt mondani, hogy építő művészet. A kettő azon. De... Csak azért, mert hogyha azt mondjuk, hogy építészet, Pali mondta az elején, van a művészet, az első terv, és aztán jönnek a kompromisszumok. Ha művészet, akkor nincsenek kompromisszumok. Ott az esztétikum. De az üzenet a fontos. Nem, és ez itt hát sokkal persze, több, mint építészet, meg hát művészet. Hát a technika... Ez egy nagy vita. Hát muszáj. Az építészet az egyik része a művészetnek. És nem a kulipintyókról van szó, hanem a remek művekről. És azt gondolom, hogy építészet és művészet nem, itt az... ebben az esetben egy... sokkal magasabb rendű szellemi dolog szolgálatában áll. Arról beszélünk. Az a művészet. Igen. Az a művészet és az a hit. Igen. Igen. Én azt gondolom, hogy ez épületekkel dolgozó művészet. Nem, művészet az építészet. Amikor kezdi rajzolni, már az.
Na most az, igen, hogy vannak technikai feltételei annak, hogy megépüljön egy ház, az, az természetes. De az nem a kompromisszum, az az adottság. Ha a mester elővesz egy követ, és látja benne a megfelelő repedéseket, meglátja benne az alkotást, akkor nyilván figyelembe veszi azokat a hibákat, és ez a kompromisszum. De egyébként ez nem az esztétikum rovására, és nem a hit rovására. De ez a műhely kompromisszuma, nem az elhatározás, és nem az ideáé. Szóval az építészet azért egész más. Én festek, mert szeretek festeni. És az olyan dolog, mintha passzianszoznék. Szóval az egy kikapcsolódás. Semmilyen szempontot nem kell figyelembe venni azon kívül, hogy nekem ehhez kedvem van. De egy ilyen templomot megépíteni azért ennél bonyolultabb. Jó, menjünk tovább, nézzünk meg néhány alkotást, amit Makovec mester épített. Azon a távoli tévén? Makovec Imre emlékét Székelyföldön több épület is őrzi, közülük talán a legismertebbek a csíksomlyói búcsú helyszínéül szolgáló hármas halomoltár, valamint a 20 évvel ezelőtt tervezett csíkszeredai milleniumi templom. Ezek tervezéséről, szimbolikájáról és jelentőségéről Darvas Kozma József pápai káplánt kérdeztük. Makovec Imrét még 90-ben felkérték, a főtérre tervezett egy templomot, visszamondták neki. Én pedig felkerestem telefonon először Makovec Imrét, kihallgatást kértem. 2001. január 30-án, éppen 20 évvel ezelőtt, irodájában fogadott, egy negyed órát kértem, és 2,5 óra lett belőle. Átbeszéltük, hogy milyen templomot szeretnénk, legyen benne a múltunk, éppen akkor volt a magyar kereszténység 1000 évének az ünneplése, és ezért milleniumi templom, mert ennek a keretébe tettük le az alapkövet. Imre bácsi elvállalta, és február 2-án A4-es formátumú papírra kicsinyítve a látványtervet a szintekről, a templomról megküldte. Segíteni akart nekünk, munkáját ingyen adta, mert akkor még nem voltunk bent az Unióban, és újra kellett volna itt terveztetni, meg jóvá hagyatni, ami horribilis összegbe került volna. Így Bogos Ernő volt az ő munkatársa, mert ő idevaló, és ezért nem kellett külön honosítást a Makovec tervre. Keresztény és a magyar üzenetet hordja magában. Magyar, hiszen nyolcszögű és jurtára hasonlít hajlék, hiszen az egész tetű szerkezet hajlított szerkezet, organikus építészetnek elemei mind benne vannak, és égre nyíló szem is van, mint a jurtának is, a világtengely, és angyalok a négy sarkán őrt állnak. Itt a Kairosz, a kegyelmi idő, Isten mindent megtett értünk, és nekünk kell a kegyelemmel közre működnünk, hiszen a templom ezért van, hogy itt különösen találkozzunk az Istennel és egymással. Az 1000 éves múltunkat nem csak ez a templom örökíti meg, hiszen a tornyai ötöt kereszt, a 10 magyar évszázad, egyetlen évszázad sem volt áldozatvállalás kereszt viselés nélkül. Erre emlékeztet a Csíksomlyón a somlyói Szálvátorhegyi hármashalom múltár, amely részben szintén Makovec, de ugyanakkor tanítványának, Bogos Ernőnek volt a közös munkája. Ott is a magyar elem a pálosokra is emlékeztet, és ha valaki jól megnézi, távolról még túlról madárnak is nézi, hogy az ember az ég fele próbál szállni, felfele törni a Szentlélek segítségével. Nagyon élénk diskurzus alakult ki itt a bejátszás közben. És ez a bizonyos hármas halom, ez már nem hármas halom, amit most bemutattunk a végén. Hát igen, sajnos. Ugye talán egy éve volt, vagy kettő, amikor a
a őszentsége római pápa meglátogatta Erdélyt, és ott Csíksomlyón szabadtéri misét tartott, és hát a pápai látogatásoknak van valamilyen protokoláris feltétele, meg körülményeket is nagyon szigorúan meghatározták Vatikánból, ezért egy ideiglenes tetőt kellett építeni a hármas halom oltár elé, ami úgy néz ki, mint egy ilyen repülőtéri szerelőcsarnok. És hát sajnos, bár ideiglenes engedélyt kapott rá, ezt úgy tudom, hogy nem kívánják elbontani, mert sokkal kellemesebb ez alatt a tető alatt évente egyszer misét tartani, mert nem süt rájuk az Isten napja. Ez gyakorlatilag ennek az oltárnak a megsemmisülésével egyenértékű. Ez bűn? Hát... azt hiszem, hogy ez nem az én tisztem eldönteni, hogy bűn vagy nem bűn, okay. De az biztos, hogy meg... hogy... egy fiatal építész, legyen a fiatal építész az ítész. Köszönöm bűn. Szépen. Tehát, hogyha alkotásról beszélünk, akkor kétféleképpen viszonyulhatok hozzá. Tisztelettel nézek rá és nyúlok hozzá, vagy tiszteletlenül. Ez tiszteletlen hozzányúlás volt. Visszatérve a templomhoz, nevezzük most már csak templomnak. Tulajdonképpen itt mindannyian egyetértünk ennél az asztalnál, azt gondolom, hogy ennek az épületnek meg kell épülnie, de az a hit, ami ennél az asztalnál van, vagy az a, nem tudom én, akkor a közösség, amelyek szeretné ezt látni, ez nem biztos, hogy elég, tehát meg kell győzni. Még mindig ott tartunk, hogy meg kell győzni. Véleményt kell mondani, hitet kell sugározni. És ebben tényleg nincsenek kompromisszumok, azt gondolom. Lehet, hogy diplomácia kell hozzá, hát nagyon muszáj, sok. Az persze. Valószínű. Hát de nem lehetnek másképp, kompromisszumok. Másképp nem megy. Hát létre kell jönnie egy megegyezésnek. Az állam szerintem minden további nélkül támogatja, tehát most a kormány támogatja, és meg kell győzni azokat, akik nem partnerek, hogy csatlakozzanak a dolog mellé. És akkor megy. És ha egyszer elindul, akkor meg is épül. Ha ez turistaipari beruházásként pénzt hozhat? Hoz. Mivel nem létezik ebben a pillanatban, nem hoz, mester. Nem, pillanatnyilag nem, de hozna. De hozhat. Akkor... csak azért, mert ez esztétikailag egy olyan színvonalat képvisel, amely a magas művészet legtetejét tudja mutatni. Csak azért nem lenne, csak azért megépíteni érdemes? Még csak azért is érdemes lenne. De hát jön a diplomácia. Vissza kell fogni a habzását a hullámoknak, amik... fölpörögtek. Rossz lennék diplomatának. Hát valószínű. Biztos. Nem véletlen talán, hogy nem az lettél. Nem véletlen. Én azt állítom, hogy meg kellene építeni, és el kellene kezdeni holnap. Azt mondtátok, ugye azt mondtad, hogy itten szabad vélemények vannak. Engem nem érdekel az akadékoskodó, és különben is komikus. Gondold meg, hogy hozzászól valaki építészethez. Mi a végzettsége? Teológia. Gyógyszerész. Én nem tudom. Bogarász. Tök mindegy, hát ez építészetről szól. Én azért, mert valaki majd esetleg használja templom céljára, szakrális feladatokra, attól még nem ért hozzá. Én meg se kérdezném. Miért nem kérdezem meg egy fűszerest? Hát, más a szakmája. Ez kedves, amit mondasz, csak nem lehet. Tudom én, véleményem ez. Egy épületnek a szakralitását csak az egyházi áldás adhatja meg, vagy pedig az a szellem, amely ezt a műalkotást létrehozta? Valószínűleg az a szellem, ami létrehozta, amit megnyergelhet egy szakrális erő. Hát egy budit nem lehet szenté avatni. Nem lehet.
minden alkotásnak a hatását, azt az alkotónak az eredeti szándéka határozza meg. Tehát elengedhetetlen hozzá. Itt a mester ezt szakrális térnek álmodta meg, és jött elő belőle ez a látomás. Azt szerintem, ugye én végeztem hittanárként is, még az építészet előttről, ilyen szemmel, illetve 4 kápolnát is terveztem, építettem ugye egyet pont a mesterrel közösen. Tehát így is mondhatom, hogy szakrális térnek nagyon-nagyon sok minden alkalmas lehet. Ez egy nagyon rugalmas dolog. A liturgikus tér, mint olyan, az nem egy merev, alakíthatatlan rendszer. És az egyház részéről pedig valószínűsíthető, hogy erre a szakrális térre ott állva, benne léve rá fognak tudni ismerni, be fogják tudni lakni, fel fogják tudni tölteni azzal a szakralitással, ami a szentmiséje. Úgyhogy valahogy azt kellene elérni, hogy itt a megfelelő szálak, megfelelő szereplők összekötésre kerüljenek, és valahogy rálépjünk a alkotásnak az útjára, a teremtésre, tehát folytatjuk azt, amit a mester elkezdett, tegyük láthatóvá azt, amire ő gondolt. Egyetértek vele, hogy minél hamarabb. Ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a megkívásunkat. Ez egy érdekes beszélgetés volt, mert sok volt benne a csend. Sokan elgondolkodtunk ennél az asztalnál. Nagyon remélem, hogy elgondolkodnak azok is, akik látták ezt, hogy akiknek feladatuk, hogy ebben az ügyben döntsenek. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, de követhetnek minket a Facebookon is. Holnap 2 témával is várjuk önöket. Szó lesz a magyarországi német nemzetiség 1946-os deportálásáról. És beszélgetünk arról is, hogy milyen műalkotások születnek Trianon emlékezetéről. Ebben is komoly viták vannak. Várjuk önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!